A múlt héten újra előkerült a budapesti olimpia lehetősége. A MOB elnök szerint viszont csak akkor szabad pályázni, hogyha az gazdaságilag előnyös, racionális, és hogyha mindenképpen garantálható a társadalmi konszenzus. Ha bármelyik feltétel nincs meg, tilos pályázni, jelentette ki Borkai Zsolt, és felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalmi párbeszéd közös megszervezésére felkérték az akadémiát, az iparkamarát, a gyáriparosokat, a vállalkozók szervezetét, mindenkit, aki érdemben hozzá tud tenni a gondolathoz. A MOB elnök szerint, ha jól csináljuk, az olimpia segítheti az ország felemelkedését, fejlődését, növekedni tud a gazdaság, munkahelyek jönnek létre, megépülnek utak, hidak, vasúti pályák. A Saxo Bank egy 2012-es elemzésében azt publikálta, hogy bár rengeteg pénzt költenek el a rendező országok egy olimpiára, azonban a várhatás korán sem garantált. Sok ország számára presztízs megrendezni a nyári játékokat, ugyanis stadiont építeni ma nem jó befektetés. Amikor az olimpiára gondolunk, azt szoktuk feltételezni, mint ahogy Borkai Zsolt is, hogy a játékok erőteljes gazdasági fellendülést okoznak. Valójában ez a hatás viszont rendkívül mérsékelt. Ha azt vesszük alapul, hogy Londonnak az olimpia 9 milliárd fontba került, ami közel 3400 milliárd forint, majd ezt összevetjük a Szigetország gazdaságának éves növekedési ütemével, az összeg durván a GDP 0,7%-ával egyenlő. Csak hogy a kiadásokat 5 évre elosztva számolják el, így a gazdasági hatásuk viszont már minimális. Budapesten együtt fog pályázni a 2024-es olimpiára Boston is. A bostoni olimpia tervének költségvetése 4,7 milliárd dollárról szól. Azonban nagy különbség, hogy ennek az előteremtéséhez ott nem lenne szükség közpénzek bevonására. Az amerikai város ugyanis szponzori pénzekből, televíziós jogdíjakból és a jegybevételekből fedezni tudná a kiadásokat. Nem kell nagy könyvformátumban, mint bookot a pályázati anyagot elkészíteni, hanem elég azt elektromosan előterjeszteni. A PVC korábban készítette egy több mint 1500 oldalas tanulmányt, amiben arra az eredményre jutottak, hogy az olimpia megrendezése picivel több mint 500 milliárdba kerülne. Persze ez nem egyenlő a teljes költségvetéssel, ami 5500 milliárd forintot tenne ki. A MOB szerint ez a költségvetés ma is tartható lehet, főleg, hogy azóta megvalósult jó néhány fővárosi és országos beruházás. A MOB elnök szerint is az 5500 milliárdból csak 500 milliárd köthető közvetlenül az ötkarikás játékokhoz, és egyébként is a NOB a rendező országot közel 1 milliárd euróval támogatja. Az elnök úgy vélte, hogy a fennmaradó alig 5000 milliárdot az országos és fővárosi infrastruktúra, illetve közlekedésfejlesztésre a következő 10 évben egyenletesen szétterítve a magánszektornak, az Európai Uniós támogatásoknak és a magyar államnak közösen kell biztosítania. Persze lenne is mire költeni, mivel ha megnézzük Schmidt Pál prezentációját, látszanak a játékok minimális követelményei. Azért, ha nem jönne össze az olimpia Pesten, akkor sem kell féltenünk a MOB-ot. A múlt héten a pályázás mellett a második napi rendi pontként elfogadták a 2015-ös évi költségvetést, melynek fő összege 12 milliárd 35 millió forint.